Három gyerekkel édesapa vagyok, és ott a határátkörül lakunkban nagyjából szomszédok vagyunk. És az egyik, hát pontosabban mondva két napra egyik este, mivel napközben nem tud már aludni a kisbabánk, mert van egy 9 napos kislányunk, és nem tud aludni, mert a kutya állandóan őrjöng a három elvonuló csapatok miatt. Párom becsukta a kutyát délután, sötétedés előtt egy kicsivel a garázsba, hogy addig csend van, a kutya békén van. És ahogy éppen csak besötétedett, tehát vagy szürkület volt erősen, dörömbölnek a konyhánk ablakán, de mondanom kell, hogy két kerítésen át kellett, hogy bejussanak az udvarba, mert az út felől van egy, meg azon is 100 métert föl kell gyalogolniuk, és a belső udvarnak a kerítésén is mind, sötét, minden valami módon fölnyitották, bent vannak, és dörömbölnek a konyha ablakon. És ezt az egészet azért akartam most elmondani, mert az empátiáról beszéltünk, ami szerintem nem, akivel történik eset, az valószínűleg egy hamar át fog fordulni, mint szerintem nálunk is. És a pár, amikor kinyitott az ablakot, akkor mondta, hogy elmúlt belőle az a sajnálat, amit eddig a kisgyerekek miatt érzett, és olyan düh kapta el, mivel én nem voltam otthon, Szegeden tartózkodtam, jó három gyerekkel otthon, és azt hittem, hogy megjöttem, de valamit kint hagytak netán, és akkor beszorok az ablak, hogy miért netán. És akkor azt látja, hogy ott egy csapat az ablakba, és próbálnak mindenféle nyelven vele kommunikálni, és hát ugye három gyerekkel a hátam mögött, ugye nem nagyon tudja, mit tegyen ilyenkor egy ember, főleg egy hölgy, hogy milyen szív, és meg egyáltalán, hogy két kapun át, hogy került, két kerítésen keresztül, hogy jutottak a házig. Na hát ugye persze ő azonnal rohant a garázsba, a kutyát magához vette, és a kutyával együtt robogott ki, és kikergette őket a tanyáról, de hát ugye szerintem nem ez a megoldás, vagy nem eznek kéne történnie valójában. Ezt a szenvedélyes félelmekről szóló videót Morvai Krisztina EP képviselő tette közé. Kezi csokolom, köszönöm, hogy elfogadta a meghívást. Ugye gyűjt most személyes történeteket, migrációval kapcsolatos érzésekről, tapasztalatokról, veszélyekről, kockázatokról. Miért kezdett hozzá ez a gyűjtéshez? Azért, mert hajlamosak vagyunk elfelejteni azt, hogy mi is kerülhetünk volna állandósult módon olyan helyzetbe, mint most a Nyugat-Európában élők vannak. Ugyanis nálunk is ez volt a helyzet, ez a felvétel, ez 2015 elején Ásotthalmon készült. Tehát még mielőtt ez a bizonyos magyar modell, ez az Európai Unióban irányt mutató, úttörő jellegű magyar modell kialakult volna, többek között az ásotthalmi embereknek a nyomására alakult ki, meg a vámos szabadiak, meg a martonfaiak, tehát az embereknek az ilyenfajta tiltakozása, és az, hogy a valódi emberek, a valódi történeteiket elmondták arról, hogy hogyan fordította fel fenekestül az életüket a tömeges bevándorlásnak a megjelenése, és most, ahogy olvasom az internetes különböző kommenteket, megnézem a különböző televíziókat, úgy tűnik, mintha ez soha nem is lett volna, vagy mintha ez a múlt lenne, ez most már elmúlt, nem kell vele foglalkozni, és én európai parlamenti képviselőként ezt nem így látom, mert úgy látom, hogy ez egy óriási eredmény ugyan, amit elértünk, és erre nagyon büszkének kell lennünk magyarként, de ez egyáltalán nem azt jelenti, hogy a veszély elmúlt volna, mert az Európai Unió folyamatosan azt erőlteti, szankciókkal való fenyegetéssel és mindenáron, hogy Magyarország is csatlakozzon az úgynevezett európai normákhoz, európai értékekhez, amely a Európa számára a tömeges bevándorlást és a népvándorlás tényének az elfogadását jelenti, és akkor ugye tovább mennek ezek a történetek, és azt szerettem volna, hogy magyar honfitársaink, akik kint élnek külföldön, számoljanak be arról, hogy milyen tapasztalataik vannak a mindennapokban. És hát érdekes mert mondom, elfelejtették a nyugat-európaiak, vagy a mellébeszélés kultúrája alakult ki? Nem, ezt kell felejteni, mert ők nap mint nap tapasztalják, mert ők elszenvedik a tömeges migrációt, mi magyarok nem szenvedjük el a tömeges migrációt azért, mert az emberek kiharcolták, hogy az állami szervek meghallgatták az embereknek ezeket a panaszait, és egyszer csak 2015 elején történt egy európai méretekben nézve is ugye hatalmas változás, hogy Magyarország azt mondta, hogy meg kell védenünk a határainkat, nem engedjük be a migránsokat, szembe megyünk az európai elvárásokkal, megvédjük Európa határait is, és nálunk más lesz a helyzet. De hát Nyugat-Európában ugye tudjuk, hogy nem így volt, welcome kultúra, stb. És ahogy írják, sorra kapom a leveleket,
ugyanúgy változott meg az életük, úgy tűnik, hogy egyszer s mindenkorra, mint ahogy például az ásotthalmiaknak, akkor, amikor elvesztették egyik napról a másikra a biztonságérzetüket, ilyen leveleket kapok, ahol leírják azt, hogy halálfélelmünk van a buszon, közlekedés közben, a gyerekeinket nem merjük a parkokba elvinni, az iskolában, hagyd ne mondjam, milyen kifejezéseket használnak a kislányainkra, mert nem hordanak fejkendőt, és a többi. Tehát borzasztó életminőségbeli... Azt mondják, hogy 20 év múlva te is fogsz, majd az édesanyád is ilyen megjegyzések vannak. Tehát borzasztó életminőségbeli romlást szenvednek el, és nekünk magyaroknak igenis látnunk kell, hogy ezt a veszélyt mi ideiglenesen legalábbis elhárítottuk, de továbbra is ki kell állnunk ezek mellett, az elvek mellett, mert különben mi is úgy járhatunk, hogy elszenvedjük ezeket a mindennapos fájdalmakat. Nagyjából másfél év múlva Európa parlamenti választások lesznek. Ön szerint ez a sorskérdés lesz a központi témája? El tudom képzelni, hogy igen, igen. Hát ön így készül? Én sehogy se készülök, mert én már nem szeretnék európai parlamenti képviselő lenni. Én, ahogy már nyilatkoztam is, már másfél év múlva szeretném abba hagyni a politikai pályafutásomat, és ahogy most is már visszamentem az egyetemre tanítani, újra egyetemi oktató szeretnék lenni, meg jogászként szeretnék dolgozni, de azt a másfél évet viszont, tehát most nem szeretném azt mondani, hogy hát akkor már én ezt eldöntöttem, akkor hátradőlök, nem csinálok semmit, valahogy ellébe szólok. Azt mondom, hogy ezt a másfél évet több dologra szeretném szánni, ez az egyik. A másik az elszakított területen élő magyaroknak a szolgálat, az ő sorsuknak a bemutatása. Ezzel kapcsolatban is teszek ki majdnem sokára posztot, a Minority Safe Packet. Nagyon fontos lenne, hogy minél többen aláírják, ez a bizonyos európai polgári kezdeményezés, amely követeli az Európai Uniótól, hogy igenis adjon jogokat a nem nemzeti közösségekhez tartozóknak, az úgymond nemzeti kisebbségeknek rossz kifejezése. Tehát vannak terveim, vannak elképzeléseim, és ezek között elsődleges az, hogy ki szeretnék állni Magyarország jelenlegi migrációtól, tömeges migrációtól, gyakorlatilag mentes helyzetének a megőrzéséért, és szeretném felhangosítani azoknak a, hát hogy így mondjam, szerencsétlen nyugat-európai polgároknak a hangját, akik már nem szólalhatnak meg. Tehát arról is panaszkodnak, hogy ugye a Facebookról azonnal letiltják őket, hogyha leírják a valóságot, hogy mit tapasztalnak, akkor munkahelyükön problémáik lehetnek. Most már ugye Németországban, meg más országokban is sorra vezetik be a gyűlöletbűncselekmények címszó alatt a véleménynyilvánítási szabadságnak a korlátozását. Tehát gyakorlatilag le kell nyelniük azt, ami történik velük, és bizony nagyon számítanak ránk magyarokra, tehát azt hiszem, hogy ennek a posztnak azt a címet adtam, hogy Magyarország Európa reménye. Erre persze aztán kaptam mindenféle, hogy is mondjam, titkozódást. Picit beszéljünk a belpolitikáról. Hát a kettő összefügg valamennyire, mert ugye az emberek azonnal le Orbán bérencezik, mennyit fizet nekem a Fidesz azért, nem, hogy odaírom magyar emberként. Nem, hát ezt írják a kommentekben, hogy én nyilván azért állok ki a magyar migráns politika, vagy migrációmentességet célzó politika mellett, mert én a Fidesz bérence vagyok. Tehát ezek borzasztó dolgok.